példa nélküli a mostani bevándorlási hullám, hiszen az államhatárokra és az európai jogrendre fittyet hányva érkeznek migránsok Európába, míg a kontinens nyugati térségében komoly hagyományai vannak a kisebbségekkel való békés együttélésnek, addig nekünk nincsenek ilyen tapasztalataink, hangsúlyozta Miklós Péter történész, az Emlékpont igazgatója. A tömeges vándorlás a történelem természetes velejárója. Európa korábbi évszázadokban is jelentett már komoly vonzerőt, például Nagy-Britániában tömegesen telepedtek le a gyarmatbirodalomból érkezők. Magyarországra a középkorban kunok jöttek, őket követték a németek és a flamandok, majd az oszmán birodalom térhódítása is jelentős volt. A korábbi példákhoz képest a mostani bevándorlásban a legnagyobb problémát azonban a természetesség hiánya okozza. Hívta fel a figyelmet Miklós Péter. Annyiban mindenképpen új, hogy ilyen mértékű, ilyen arányú és ennyire egy irányba tendáló, az nagyon nehezen elképzelhető, hogy mondjuk ez egy spontán gazdasági, politikai vagy kulturális okok által kiváltott vándorlás lenne. Tehát nyilván azért történelmi tapasztalatokból, meg politológiai ismeretekből is nagyon nehéz arra következtetni, hogy csak úgy spontán módon több millió ember elindul mondjuk Németország, a Benelux államok vagy a skandináv államok irányába, pláne úgy, és ez az elmúlt 3-400 évben példa nélküli, hogy mondjuk az államhatárokra vagy az európai jogrendre fittyet hányva teszik ezeket. Az Emlékpont igazgatója hozzátette, a mostani bevándorlással kapcsolatos vitában az is benne van, hogy az Európai Unió mennyire koherens egész, mennyire mondhatja meg szuverén tagállamainak, kikkel, milyen kisebbségekkel éljenek együtt. Ez a kisebbségi kérdés egészen más itt a közép-európai régióban, mint Nyugat-Európában, ahol már közel 100 éve a gyarmatbirodalmak felbomlásának kezdetétől fogva élnek mondjuk ázsiai vagy afrikai kisebbségek, tehát más a történelmi tapasztalat Európának ebben a felében, a bevándorlásról, az özönlésről, hiszen így jöttek a törökök, így jöttek korábban a tatárok, így jöttek be a szovjetek 1945-ben, mi Nyugat-Európában, ahol természetes mondjuk Londonban, hogy pakisztániak, kínaiak, afrikaiak, brit állampolgárként akár már 100 éve családostul ott élnek. A történész azt is kihangsúlyozta, hogy a keresztény vallás által hirdetett toleranciának kétoldalúnak kell lennie. Megilleti a tisztelet a más kultúrájút és vallásút egészen addig, amíg ő is megadja a másik félnek azt. Miklós Péter rávilágított, a Közel-Keleten a kereszténység a leginkább üldözött kisebbség, hiszen számuk az elmúlt évszázad során 20%-ról 5% alá csökkent.